A vonallánc létrehozó rajzutasításnak számos egyéb belső funkciója van. Ebben a rövid videóban ezeket fogjuk áttekinteni röviden. Adjuk ki a parancsolba a VL rövidítést, azaz adjuk ki a vonallánc létrehozó utasítást. Üssünk egy Entert. Először a parancsolon keresztül azt kéri tőlünk az AutoCAD, hogy adjuk meg a kezdőpontját a vonalláncnak. Ezt tegyük meg az egér segítségével. Most már megjelentek a kapcsolzárójelek között az elérhető belső funkciók. Az IF funkciót már megnéztük, ebben az esetben egymáshoz érintő folytonosan csatlakozó IF szegmenseket tudunk létrehozni. A bezárás funkcióval a vonallánc kezdőpontját és a vonallánc végpontját tudjuk összekötni. Minden vonallánc objektumnak van szélessége. Kezdetben ez a szélességi tényező nulla, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a modelltéren belül az AutoCAD a vonallánc objektumot egy pixel szélesen fogja megjeleníteni a számunkra. Természetesen ezt a szélesség vagy a félszélesi tényező segítségével tudjuk módosítani. Kezdetben célszerű a szélesség tényezőt állítani. Az R billentyű lenyomása mellett tudjuk a funkciót elérni. Azt kéri az AutoCAD, hogy adjuk meg a kezdőszélességet. Kezdetben az értéke nulla. Legyen ez most 10 rajzi egység. Majd kérdezi tőlünk az AutoCAD, hogy mi legyen a befejező szélesség. Ha elfogadjuk a 10 egységet, amely a kacsacsőrök között olvasható, akkor csak itt üssünk egy Entert. Innentől kezdve a vonallánc szélessége 10 rajzi egység lesz. Most újra állítjuk be a szélesség tényezőt. Legyen a kezdő szélesség 20 rajzi egység, végül pedig a befejező szélesség 0 rajzi egység. Ilyenkor különleges hatásokat tudunk elérni, hiszen egy nyíl fejet hoztunk létre. Most állítjuk a szélességi tényezőt újra. A kezdő szélesség legyen 0, míg a befejező szélesség mondjuk 30 egység, így most egy másik irányba mutató nyilat tudtunk létrehozni. Természetesen innentől kezdve, ha további szegmenseket rakunk le, mind a két szélességi tényező meg fog egyezni. A bezárás funkcióval zárjuk be a parancsot. Természetesen a vonallánc bármely pontjára, ha ráklikkelünk, akkor annak az összes szegmense ki fog jelölődni. De mi van akkor, ha mi azt szeretnénk, hogy a vonallánc különálló szegmensekből épüljön fel? Ezt is el tudjuk érni. Menjünk a kezdőlapfülre, és azon belül a módosítás panelról válasszuk ki a szétvetés funkciót. Klikkeljünk rá. Ezután a parancsolban megkér minket az AutoCAD, hogy adjuk meg a szétvetendő objektumot. Látható, hogy csak a céldoboz látszik a modelltérbe, azaz ki kell jelölnünk ilyenkor valamilyen rajzelemet. Adjuk meg neki a vonalláncot, majd, ha sikeresen megtalálta az AutoCAD, üssünk egy Enter. Ezután minden egyes szegmens különálló vonaldarabkából fog állni, mintha csak a vonal rajzparancsol hoztuk volna létre.